szóljon neki. Igenis. A kasznár úr akar magával beszélni. Csak együtt. 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 Jogot a népnek. Jogot a népnek. Akarok magukkal beszélni. Tisztelt elvtársak! Magyarország legutóbbi mozgalmait én is a legnagyobb érdeklődéssel követtem. Magyarországon, mint másutt is, a tőke az egész nemzeti termelést a hatalmába keríti. Nem csak új ipart teremt, hanem a földművelést is aláveti magának, átalakítja ősrégi eljárását, tönkreteszi a független földművelést. Megengedik, hogy közel jöjjek önökhöz? Szeretném hallani, mit olvasnak. A földbirtokosok kapitalista bérlők kis csoportjává és vagyontalan proletárok tömegére választja szét. Ezt a kapitalisztikus forradalmat egyszer át kell élnünk. Kimondhatatlan szenvedést jelent a nép nagy zömére, de egyedül ez alkot olyan állapotokat is, melyek lehetővé tesznek egy új társadalmi rendszert. Megteremti azokat a férfiakat és asszonyokat, akiknek lesz erejük és akaratuk ezen újabb, jobb társadalmi rendet megvalósítani. Őszinte üdvözlettel, Friedrich Engels. Értettek maguk ebből valamit? Én értettem. Jól értettem. Maguk értettek ebből valamit? Adja ide, hadd nézzem meg. Vitatkozni akarok magukkal. Munkások vagyunk, mind nincsen szabadságunk, mert szerencse helyett gyászborult reánk. Se baj, éljen a munkás, éljen a jog, éljen a munkás társadalom. Ne törjük a szarvát annak a nagy úrnak, hogy ne parancsoljon a szegény munkásnak. Se baj, éljen a munkás, éljen a jog, éljen a munkás társadalom. Hogyha nem tudunk mi boldogan megélni, kénytelenek leszünk vándor útra kelni. Se baj, se baj, éljen a munkás, éljen a jog, éljen a munkás társadalom. Maguk jobban tudják, mint én, hogy nem csak igével él az ember. Ott az étel, ha megegyezünk. Fogytán a türelmünk, a maguk mozgalmát a nemzet ellen elkövetett bűnnek tartjuk. A kenyér ellen elkövetett bűnnek. Mégis a Vérlezi Társaság megbízásából ismét megteszem az ajánlatot. Azt adjuk, ami hazánkban eddigi szokásban volt, amit maguk jól ismernek jobban, mint én. 32 vérő gabona. 32 forint készpénz. 32 font só.
egy darab marhatartás, egy hold kukoricaföld, genderföld, két darab sertéstartás évi szaporolatával. Hát ha nem megy, nem megy. Engem nem vádolhatnak azzal, hogy nem próbáltam segíteni magukon. Hogy nem próbáltam beszélni magukkal. Felesküdt emberek vagyunk. Dobjátok el a fegyvert. Gyávák, kutyák, zsiványok vagytok. Mi adtunk kenyeret nektek. Takarodj innen! Azt mondtam, dobjátok el! Kasznár úr, jöjjön csak ide. Hé, emberek! Hé! Álljanak meg! Segítsenek! Független ember köztetek? Van-e, aki nem szolgál másnak? Van-e, aki sorsának ura? Nincs egy sem. Tűz! 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 Ma az emberiség többsége még nem ember. Mert nyomorban, elnyomatásban születik, s ugyanolyan nyomorban pusztul a tömeg. Mert nem a maguk, a mások betegségében pusztulnak el. Mert szüleink tudatlanságát örököljük, s adjuk tovább gyermekeinknek. Mert hordozzuk a kevesek jármát. Mert tűrjük az elnyomatást! Mink szocialista társak esküszünk az élő Istenre! Mink szocialista társak esküszünk az élő Istenre! Hogy minden lépésünkben híven szolgálunk, mint halálig! Hogy minden lépésünkben híven szolgálunk, mint halálig! Hogy mink elvtársaink legkisebb fillérjét el nem kívánjuk. Hogy mink elvtársaink legkisebb fillérjét el nem kívánjuk. Hogy minden elvtársunkat testvérként tiszteljük, és ha kell, meghalunk érte. Hogy minden elvtársunkat testvérként tiszteljük, és ha kell, meghalunk érte. Isten minket úgy segéljen. Isten minket úgy segéljen. A gazdbitangnak terve ez, a gazdbitangnak terve ez, hogy
hogy megfogynénk es, tönkretesz, hogy megfogynénk es, tönkretesz. Ám bajban is csak volt, ágyú válaszolt. Bum-bum az ágyúzó, gyere ide hát, gyere ide hát. Táncolva ünnepeljük szabadítók ágyúját. Komám asszony kakasa, kakasa, rászállott a palánkra, palánkra. Mint az kukó, rikolja, rikolja. Komám asszony nagy kurva, nagy kurva. Komám asszony tegyen úgy, tegyen úgy. Én a kakas, kedatyú, kedatyú. Kukoljon le nekem mindeket. Kadét! A revolvere! Szürölj! A macskáló vigyarába ötödik a barincája! Terelete, 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 terelete. Hazom legyünk, hazom vála, hozom vála, vagy megállva! Terelete, 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 terelete. A macskáló vigyarába ötödik a barincája! Csak zenge ajkunk, a munkabús, de szent talán. A gazdagoknak van hazájuk, övék a honhelt, hölgye mind. Mi építők fel palotájuk, mely íme büszkén ránk tekint. Mely íme büszkén ránk tekint, s egy darval annyi tére honból. Nem a miénk sehol, sehol, csupán a hantja rám komol. Ha a lélek, ha a rangja kondul, éjség nyomor velünk. De mind felkelünk, s ki harcba jő, hadd veszel ő, szabad lesz a jövő. Ránk tört a vész, fergeteg vadharagja, rajtunk a pokol minden gonosz átka vár. Végső csatánknak most kél fel a napja, ki tudja, mit hoz a sors, milyen holnap vár. Mi mégis büszke szívvel nézünk előre, hordjuk a munkások vörös zászlaját. Hol sok az úr, ott szabadság nincsen. Hol sok a gazdag, még több a szegény. Hol sok a pompa, dologtalan az ember. Hol sok a múlt, szegény ott a jelen. Hol sok a tudatlan, ott legtöbb a zsarnok. Hol sok a farizeus, ott a legritkább az ember szeretet.
felnézünk előre, hordjuk a munkások vörös zászlaját. Félünk a föld elnyomott rabszolga népe, félünk, vív ki majd egy szabadabb jobb hazán. Mi mégis büszke szívvel nézünk előre, hordjuk a munkások vörös zászlaját. Félünk a föld elnyomott rabszolga népe, félünk, vív ki majd egy szabadabb jobb hazán. Azért küldtek, hogy megöljelek titeket.
my darling, my darling, my darling. John is my darling, the Union volunteer. It was a sunny morning, the brightest of the year, when Johnny came to my town, a Union volunteer. John is my darling, my darling, my darling. John is my darling, the Union volunteer. As he came marching up the street, the band played loud and clear, and everyone came out to greet the Union volunteer. John is my darling, my darling, my darling. John is my darling, the Union volunteer. With proudly waving starry flags and hearts that you know fear, come to fight for freedom, cry the Union volunteer. John is my darling, my darling, my darling. Megismernek engem, emberek? Meg, gróf úr. Beszélni szeretnék magukkal, emberek. Szóval meghallgatnak? Emberek, maguk jól ismernek engem. Tudják, hogy nem a sebeket felszakítani, hanem a sebeket gyógyítani jöttem. Maguk okos emberek, alföldi munkások. Maguk jobban tudják, hogy milyen itt a helyzet, mint én. De sok mindenben nem tudhatják. Ezt a szót, hogy közgazdaság, nyilván már hallották. De a közgazdaságnak egyik legfontosabb alaptételét azt, hogy a keresletnek és kínálatnak egymáshoz való viszonya határozza meg nem csak az árucikkeknek, hanem az emberi munkaerőnek az értékét is, ezt elutasítják. Pedig ha emelkednek a gabonaárak, szükség van a mezei munkásra, ha csökkennek itt a munkanélküliség. És ezt maguk se tudják megoldani, még ha maguké lesz a föld, akkor se. Ez vastörvény. Így van ez ma, 1898-ban, és így lesz holnap is. Mit tehetünk? Józanul együtt kell gondolkodni. Olcsó kisbérlet, telepítés, fogyasztási szövetkezet, segélyalap a megrokkantaknak, politikamentes munkaközvetítés, háziipar,
és mindenek fölött takarékosság, hogy erkölcsi tőkét, majd a birtokot szerezhessen a magyar mezei munkás. Na, csak ide. A mai társadalmi rendszer vezetői soha nem fognak saját jó szántukból a munkásosztály nyomorán segíteni. Szervezkedni kell mindenütt, hogy majdan a szervezett munkások hatalmat állíthassanak a mostani hatalmi rendszerrel szemben. Ekkor majd lehet új, a munkások érdekeit is védő törvényeket is hozni, a nép megélhetését biztosítani. Nem akarom én magát megsérteni, de maga még olvasni se tud. Nem gondolják, hogy előbb föl kell emelni a népet, csak azután kell neki jogot adni. Sajnálom. Meghalt. Gyilkosok, gazemberek! Megöltétek! Ti öltétek meg! Takarodjatok! Oremus omnipotens domine verbum Dei Patris, Christe Jesu, Deus et Dominus universi. Csak a tudatlan a félő. A tanulatlan ember retteg. A bölcs azt tanul. A természet várja, hogy megismert, hogy közeledj hozzá. Lassan kitárja előtted titkait. Megismered törvényeit, a benne uralkodó nagy összefüggéseket. És ez nem tetszett azoknak, akik a megismerésnek, a tudásnak útjába állottak, kik azt mondták, eretnek vagy, és megégettek téged ezrével a babona nevében, hazudva, hogy így üdvözülsz. Pedig csak rajtad való ezer éves hatalmukat félték. A tudás és megismerés útjában állnak ma is. Mert ez az ő legnagyobb ellenségük. Tanulj ember, s a természet megismerése megtanít arra, hogy szabadulj zsarnokaitól.
íme a kenyér, érette vétkeznek és háborognak. De az estéknek idején rémülés szár rájuk, és mire megvirrad, nem lesznek, és rettegnek majd a haragvó Isten előtt. Jogot a népnek. Ne közeledj Bálint. Pappal tartasz? Nem vagy te már se testvérünk, se a magad embere. Én a magam eszével mondom, elvtársak. Ameddig mindenki beszédjét meg nem hallgattátok, felejtsük el a megbántásokat. A szocialista ember megnyílik minden gondolat előtt. Vitázik. Én papot nem hallgatok meg. Pappal nem vitázom. Én sem. Én sem. Én sem. Én sem. Én sem. Ő eminenciája Lajos Csanádi püspök úrnak pásztorlevele megtéved híveihez. Ha a nép megmozdul, szerető híveim, nagy mozdulat ez. Mintha csak a föld elégedetlen szíve dobbanna meg. Elhagyja a hálátlan rögöket, lelkében hontalanná válik. Isten, haza, király és szabadság eszméi mind kihalnak kebléből. Híveim, vannak, akik a népet fosztogatják. Hitetlenek, másitűek, pogányok, zsidók. De híveim, ó, ti nem a bűnös ellen fordultok, hanem az egész társadalom ellen. Az éhes ember, az elkeseredett ember ellenségének lát mindenkit, aki nem éhező, és akinek tagjait tisztességes ruha födi. Rajta hát, szúrd és vágd, vezesd a parasztok rohamát. Rajta hát, szúrd és vágd, vezesd a parasztok rohamát. Sej, haj, ha, hó. Thank you.
árvaságtól ments meg, Uram, minket. Az özvegységtől ments meg, Uram, minket. A kivándorlástól ments meg, Uram, minket. A takarmányrépa eledeltől ments meg, Uram, minket. A hús nélküli káposztától ments meg, Uram, minket. Az éhhaláltól ments meg, Uram, minket. A napi 16 órai munkától ments meg, Uram, minket. A likas csizmától ments meg, Uram, minket. A háton való felhordástól ments meg, Uram, minket. A rabszolgaságtól ments meg, Uram, minket. Fegyvere van, öreg apám. Jogot a népnek. Munkásoknak hazát. Emlékszik még, mit tanított mindig nekünk? Ember ne fogja kezedbe soha fegyvert, ölő, emberirtó szerszámot. Mert mi Ézsaiás próféta jövendőlését akarjuk megvalósítani, azt, hogy a kardok ekékké fognak átkovácsoltatni, és az oroszlán a bárányokkal fog legelni, és a nép között erőszak nem lesz. De most fogja meg ezt a bárdot, magunkért, a szegénységünkért. Reszket a kezem, tisztelt eltársak. Nem azért, hogy félek tőletek, hanem mert sokszor könyvzápor borított a szememet miattatok. És most újra felemelem kérő szavaimat. Ne feledjétek el, mibe visztek minket a nép értetlensége miatt. Józan szocialista nem tesz rombolásokat. És bármilyen megbántások is érjenek benneteket. Zavart csinálni nem áll érdekünkben. Munkások, szervezzük a békés pártot, és ne zavarogjunk. Kérjük a munkásvédtörvényt azoktól, akik megadhatják, de ne csináljunk botrányokat. A szocialista név öntudatos munkást jelöl. Ne piszkoljuk be ezt a nevet. Nem az a nap, sem az igen.
Asszonyok, mondjanak rá áldást, ahogy maguk szokták. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruhájukat, megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a király székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk többé, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a király széknek közepette van, legelteti őket. És a víznek élő forrása viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Vidd oda. Mi atyánk, ki legyen elnök személyében. Szenteltessék meg személyed a nép iránt táplált odaadás és becsület által. Szocializmus, jöjjön el a te országod. Úgy hozzánk, mint az egész világon. Nép, legyen meg a te akaratod, hogy az adóterhek kevesbítése által kenyérkeresetünk, megélhetésünk megkönnyebbítve legyen. Ó nép, szabadítsd meg magad az emberi jogok közös elnyomóitól. De ne bocsáss meg nekik vétkeiket, a zsarnokoknak, mert méltán érdemlik meg büntetésüket, melyet magukra vontak a jog és egyenlőség elnyomása által. Pénz, ne vigy közülünk senkit kísértésbe, mert általa sokan eladják elveiket, és a nép elnyomói mellé rabszolgául szegődnek. A tudomány világa világosítsa meg a mi elménket, ezen szent ügy keresztül vitelére. Ámen. Én kiegészítem ezt a mi atyánkot. Hallgassátok! Munkástársak, eljött az idő, eljött a mi időnk. Aki nem dolgozik, az ne is egyék a mi verejtékünkkel áztatott kenyérből. A föld senkié, de a gyümölcse mindenkié. A föld gyümölcse mindenkié. A föld gyümölcse mindenkié.
Ha bajunk esnék, ha el is mennénk örökre, soha többé nem látnátok minket, egyet jegyezzetek meg, a föld azé, aki azt megmív. Mondjátok meg azoknak, akik gyáván megbújnak a kisdedek háta mögött, hogy megvetjük őket. Nem tartjuk magyarnak őket, mert a magyar lovagias, becsületes, nyílt ember és hazafi. Mondjátok meg nekik, hogy én Petko Saltner Aladár azt üzenem, nem harcolok ellenük. Menjenek, amerre látnak, de jegyezzék meg. Csak a lovagias magyar munkással szemben lesz lovagias a magyar társadalom. 10 percet adok az elvonulásra. Nem levelnek engem egy zsondárnak, hogy én tudor dolgokat csináljak. Nem leszek én fog megjesen kének, hogy a népet én nyúzni segélyek. Nem neveltek engem egy bokának, hogy én hit vagy kormánynak szolgáljak.
Fekete Nagy János, te közeledsz felénk? Én közeledek. Keresztülők, szorítjátok erősen! Szorítjuk erősen! Hozzátok közelebb! Közel hoztuk! Magad akaratából jöttél, Fekete Nagy János? Magam akaratából. Mi voltál eddig? Népnyúzója, urak szolgája. Mi akarsz lenni? Hű munkástárs. Tégy megbánást és vallást. Megvallom, hogy gyávaságból, aljas pénzvágyból, a csábító jövő ígérgetése által vezettetve, vakon követtem a népnyúzók parancsát. Cudar dolgokat cselekedni sem átallottam. Elhagytam tisztes munkámat a könnyebb életért. Megtagadtam szülőanyámat, a munkás népet, melyből származom. Tanúsítasz-e töredelmet és megbánást? Mély megbánást és őszinte töredelmet. Keresztülők! Készek vagytok-e magatokba fogadni ez ember terhét az egész munkás társadalom szín előtt? Készek vagyunk. Munkások vagyunk mi, nincsen szabadságunk, mert szerencse helye gyász borult reánk. Se baj, éljen a munkás, éljen a jog, éljen a munkás társadalom. Vagyunk mi, nincsen szabadságunk, mert szerencse helye gyász borult reánk. Se baj, se baj. Éljen a munkás, éljen a jog, éljen a munkás társadalom. Letörjük a szarvát annak a nagy úrnak, hogy ne parancsoljon a szegény munkásnak. Se baj, se baj. Éljen a munkás, éljen a jog, éljen a munkás társadalom. Ha nem tudunk, mi pártfogásom alá, hogy is vehetnék én valakit?
mikor barátaimmal együtt magam is gyarló ember vagyok. Én csak elmondom, hogy a nép nyomorúságának és kínlódásának az az oka, hogy véle született jogát, az emberiség közös tulajdonát képező földet elvették tőle. A nép boldogsága helyreáll, ha azt visszaveszi. Nem pártfogás kell a népnek, hanem öntevékenység. Mert ne higgyék az elvtársak, hogy a világra szóló munka és vagyonegyenlőség megvalósítását én keresztül tudom vinni kisszámú társaimmal. Azt nem barátaim és én visszük keresztül, hanem a felvilágosodott nép. Kéz, és bajonéttal, és tovább, és végig hely. És nem krumplért, sem pedig baszúért, de mindig hely. Szabálya van a halálnak, a bakra elsőnek piros szekér, s a fű alatt hely. Valgaság, akit van ott is a fű alatt, és végül hely. Szántó János oda van, Baksa János oda van, és mindig csak végig, a legvégéig, a végnek végéig, igazán csak ugyan, és ott aztán
kő kemény lesz, és a vaj puha, és nincsen más, csak igazán, és nincsen más. Csak ugyan. Esküszöm az élő Istenre, esküszöm hogy szocialista esküvet megbántam, hogy szocialista esküvet megbántam, és azt semmisnek tekintem. És azt semmisnek kötelezem magam, hogy a fennálló törvények és törvényes rend ellen irányuló bárminemű mozgalomban részt venni soha nem fogom, és attól magamat távol tartom. És attól magamat távol tartom. És ha ezen esküvés, és bárki által fenyegettetvén, az bíróságnak be fogom jelenteni. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Elvtársak, nem félek én ettől az esküvéstől, mert nincsen hatalma felettem. De nézzetek meg jól, ahogy elétek állok. Nézzétek a szememet. Abban csak egy bizonyság van, amit előttetek tettem. Most mégis arra kérlek benneteket, adjatok erőt a megbocsátással, hogy megtagadhassam elvtársaimat és hitemet. Hogyha nem is szóltok, úgy nézzetek rám, mint jó társatokra, akit mindig emlékezetben tartotok. Munkástársak! Én közétek való szegény ember voltam, föld nélkül, munka nélkül. Ha most visszamehetek a munkába, az asszony, a gyerekek talán megmaradnak. Elvtársak, ti sok jó tanítást adtatok nekünk, de megmondom, én már nem tudom felfogni az eszme követeléseit, a zavargásokat, és az írásból idézem nektek, hogy a vesztünkbe rohanunk, hogy romlással megromol a föld, összetörik a föld, meginog miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és ránehezedik bűne, és elesik, és nem kél fel többé. Hely búra termett idő, ködnevelő szellő, ködnevelő szellő. Hely búra termett idő,
Ködnevelő szellő, ködnevelő szellő. Hely megemésztett engem, ez az egyesztendő, ez az egyesztendő. Hely, ha én azt a tudnám, melyik úton mégyel, melyik úton mégyel, fölszántanám én azt aranyos egével, aranyos egével. És mindig csak végig, a legvégéig, a végnek végéig, igazán, csak ugyan, s ott aztán kő kemény lesz, és a vaj puha. És nincsen más, csak ugyan. Ha egy öreg ember kimegy a szőlőbe, az úton talál egy diót, fölveszi és valahol elülteti. Jól tudja, hogy annak gyümölcsét nem ő fogja élvezni, hanem a jövő nemzedéke. Így vagyok én is. Tudom, hogy azt, amiért mi küzdünk, mi nem tudjuk elérni. De egy fát akarunk ültetni, amely a jövőnek hajtja a gyümölcsét. Elvtársak, üres kezekkel állunk a hatalom hóhéraival szemben. A vérlázító cselekményeket nem torolhatjuk meg. Ne hagyjuk magunkat a megalkotott rémuralomtól és annak zsoldosaitól feltartóztatni. Tudom, Jóska, parancsotok van. S ha parancsot kaptok, még az apátokat is megölitek.
munkások vagyunk, mi nincsen szabadságunk, mert szerencse helyett gyászborult reánk. Se baj, éljen a munkás, éljen a jog, éljen a munkás társadalom.